What we do here is go back, 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 back. Sziasztok, Zsolti vagyok, és ez itt újra a Konzolmajom Games. Jó ideje nem jelentkeztem már a csatornán, egyéb okok miatt kicsit el kellett gondolkodnom a hogyan továbbakról, de úgy döntöttem, hogy mégiscsak csinálom a csatornát úgy, ahogy tudom, legfeljebb nem fog olyan gyorsan épülni, de feladni nem fogom. Így hát könnyed tartalommal készültem, gyakorlatilag az idáig összegyűlt PlayStation 2 játékaimat szeretném így állapotra bemutogatni, kb. Olyan 10-es pakokba kiszettelve, szóval olyan 3-4 videó várható, pontos darabszámot ugye jó lett volna megszámolni, de majd átszámolom is ide. Ki fogom írni, hogy hány darabom van, de így szemléltetés céljából most így felkapok egyet, ezt a Pac-Man World 3-at, és akkor minden egyes darabnál el fogom mondani, hogy honnan van konkrétan, hogy online vagy személyes adásvétel, kb. Nagyjából milyen állapotban van, ugye azt számítana nekem olyan 10 körüli állapotnak, hogy tok egyben van, füzete, lemeze, memória kártyatartó stok, mert én ezeket kedvelem, hogy ezek úgy nagyjából meglegyenek, és ugye azt számít 10/10-nek, ami teljesen korrekt állapotban van, angol vagy japán nyelvű, mert ugye lesz egy pár német nyelvű szoftver is a kupacban, de most, hogy így tisztáztuk, hogy milyen szempontok szerint fogom vizsgálni a játékokat és feltüntetni, így bele is vághatunk az első kupacba. Hát így a Pac-Man-es kupac egyelőre kiesett, ide is húzok egy másikat. Itt a nevekbe és a címekbe nem mennék bele, mert párszor megkaptam, hogy borzasztó az angol kiejtésem. Szerintem látni fogjátok a tokot, meg el is fogjátok tudni olvasni a címet. Hála Istennek már egy új készülékem van, amivel nagyjából a 2K környékén tudok tökéletes felvételeket készíteni. Meg is vagyok világítva, van egy softboxom. Most egyelőre nem zöld hátteret használok, hanem fix hátteret, de hát ha majd eljutok én is arra a szintre, hogy legalább egy stúdió környékére jó lenne, de ez nagyon a jövő, megint beleszaladtunk egy olyan sztoriba, amit nem kellett volna felhozni. Szóval jön az első olyan 12-13 darab játék, amit úgy fogunk értékelni, hogy az elmondottak alapján, mint PlayStation 2-es szoftver lesz, és Platinum, meg első darabos kiadások is fognak szerepelni, de nézzük is, hogy miket tartalmaznak a kupacok. Van egy Evergrace RPG játékom, ő angol nyelvű, hála jó Istennek, a nagy hiányossága, hogy nincs meg a kis füzetecskéje, viszont nem egy rossz darab. Egy olyan 7-8-ra satszolnám az állapotát, mert ahogy billetetem, látjátok itt, hogy az állványban, a DVD állványban tartott tokok ízek így le vannak sérülve, meg vannak karcolódva. Jó lenne, meg lenne a füzete. Amúgy őt kipróbáltam, egész korrekt kis játék. Egy RPG szinten szeretem is nagyon, főleg a japán stílusú RPG-ket, de így elsőre ő olyan 8-acska, hát inkább adnák neki 7-et, legyen 7. Ark szintén RPG játék, állapotra nagyjából az Evergrace-re hasonlít. Hála Istennek angol nyelvítok, viszont szintén fizet hiány,
A játék egész korrekt állapotban van. Őt egy nagyobb pakba vettem még annó. Fú, szerintem 3-4 játékkal együtt vettem, amelyik mindegyik ilyen betegségben szenvedett, hogy játszhatóak, minden oké, angolok befizetik, az nem nagyon van. A következő az friss szerzemény, nem is olyan régi, jött karácsonyra, kaptam a páromtól, én is köszönöm neki, hogy ilyen fantasztikus ajándékkal lepett meg. Hú, hát a címével sem vagyok nagyon tisztában, csak ugye tudja, hogy én ezeket az anime stílusú cumókat szeretem, és akkor vett is nekem egyet. Ezt meg próbálja kimondani azt, aki tud is ilyen szavakat kiejteni, de ő egy klassz RPG játék. Úgy néz ki, mintha ilyen Dreamcast játék átirat lenne PlayStation 2-re. A főhősnek a hátán van egy beszélő gitár. Nem tudom, játszott-e valaki vele. Ő füzetével, mindenével, olyan dokban, ami memóriakártya tartós, ez már nekem nagy plusz pont. Állapotra ő a 9. Ő olyan 9-eske környékén van. A lemez tökéletesen fut, mert leteszteltem. Még be sem engedtem csomagolni, már leteszteltem, hogy minden oké legyen, hogy vissza tudja majd küldeni esetleg annak, akitől vette, hogyha a lemez nem működik, de alig van rajta karc, nem sokat futhatott, hála Istennek. Egész korrekt állapotban van, de most látom, hogy nem is angol nyelvű, de se baj. De ez az állapot engem teljesen úgy kielégít, hogy ezt szívesen megtartom, mert egy ez a játékkal se találkoztam még, meg jó állapotú. Szóval, mivel nem angol, így olyan 7-8-as állapotban van. A legérdekesebb az volt benne, szerintem ez így belekeveredhetett, mert ez egy Konami játék, és egy Namco-s játékajánló füzet volt benne, így extraként. Hú, szerintem ő ismerős, ő már szerepelt egy videómban, őt nagyobb pakban vettem, ez a Naruto játék, ugye szeretem az anime stílusú anime grafikás játékokat, ugye a Naruto-t ki ne ismerné, nálunk nagyon nagyot ment Magyarországon, a szemmel a Shippudent is letolták, nem is tudom, hogy van-e még anime csatorna, de abban biztos vagyok, hogy Naruto játékokat, meg magát az animét sem kell bemutatni. Hála Istennek, ő angol nyelvű, füzettel, CD-vel, ő is olyan 8-9-es állapotban van, kicsit kopottacska, viszont játszható, viszont ez a kopás itt nagyon ronda, úgyhogy inkább 8. Ismételten Naruto játék, ő is szerepelt abban az említett videóban, füzet, minden megvan, lemez is teljesen korrekt állapotban, hál' Istennek, ő is angol nyelvű, tuti darab, úgyhogy van Naruto játékom, az Ultimate Ninja System verekedős, de ha a hülyeséget mondok, akkor ne kövezzetek meg érte. Na, ő egy érdekes darab. No Lives Forever. Ez a csajok James Bondja, mondjuk így, egy FPS játék. Ez egy olyan darab, hogy még a gazdája sem használta, csak otthon volt neki a polcon. Mondta is, hogy egy percet nem futott, nálam sem futott sokat, csak addig még kipróbáltam. Angol nyelvű, lemeze, füzete megvan. Ő majdnem 10, mert lehetne, de
adjuk meg neki. Ő egy 10-es állapotú. Na, alig futott, senki nem játszott vele, még én sem, csak addig még kipróbáltam. Na, így fest kb. Az én érték rendem szerint egy 10-es. 10-es. Persze, nem gyűjtői kiadásból. Hát, na. Gundam. Gundam játékokat imádom. Ezt a játékot még a PlayStation 2 mellé vettem. Emlékszem, amikor én PlayStation 2-t vettem, akkor jött be Magyarországra a Tesco. Elég régen volt már. És vettem egy PlayStation 2-t, és a dobozába egy angol nyelvű Gladiator DVD volt csomagolva. Miért van benne DVD? Hát ez egy konzol. Ugye akkor derült ki, hogy ugye multimédiás lejátszóként is lehet használni, mert hiszen videó CD-t is olvas, meg DVD-t is olvas, amit annó az Xbox nem tudott, meg más konzol sem tudott, csak egyéb chippel meg módolva, szóval a PlayStation 2 meg volt benne, a PlayStation 2 meg olvasott DVD-ket, már amelyik, mert azt hiszem a Slim verzió már volt olyan, ami nem nagyon akart, csak eredeti olvasni, sem tudom, hogy oldották meg, de megint belementünk olyan témába, ami nem tartozik ide. Ezt a Gundam játékot nagyon kedvelem. Ezt végig toltam, az összes robotot megszereztem benne. Aki nem szereti a japán Gundam játékokat, annak ez egy erős, közepes játék. Szerintem a hangulatát ezt úgy meg kell szokni. Nézni kell egy kis Gundam animét, vagy egy pár része sovát végig kell tolni, és utána már ugrik is az ember a joystick mögé, hogy beüljön egy robot pilóta fülkébe és nyírja az ellent. Nagyon szeretem. Egész jó állapotban is tartom. Megvan füzet, lemez, egy memóriakártyás tok. Ő is olyan majdnem 10 állapotban van, de adjuk meg neki, mert angol nyelvű és egész korrekt kis állapotban van. Na, ezt a játékot szerintem sokan imádják. Én azért kedverem, mert ezt egy nagyon kedves barátomtól kaptam, teljesen ingyen, szóval ez nekem 0 forintba volt. És őrizgetem is, és vigyázzok rá, de ha arról van szó, bármikor kéri tőlem vissza, vissza fogom neki adni. Zoli, itt van, megvan, vigyázok rá. Nagyon szeretem, ki is próbáltam, bár nekem egy-két idegesítő rész volt benne. Azt hittem, hogy lehet úgy tolni, mert ez egy beat'em up játék a Square-től, de aki ismeri a Square játékokat, az tudja, hogy fantasztikusan szép grafikával dolgozott PlayStation 2-re. Ha megvan a Final Fantasy 10, akkor tudjátok, hogy milyen minőségű játékról van szó. The Bouncer, isteni. Én ajánlom, aki szereti a beat'em up játékokat, és kedveli a Square játékokat, az szerezzen be magának. Nagyon klassz élmény, nagyon klassz retro élmény, mert ez a retro élmény, beat'em up játék, ami már nem egy annyira felkapott stílus, ha bár mondjuk láttam 20-20-as verziójú Batutót, de gusztustalan volt, nekem nem jött át, nekem a rajzolt grafika az az Isten. De megint elkanyarodtam a témától, szóval itt egy olyan játék, amit minden retrofannak és PlayStation 2-es tulajnak szívvel merek ajánlani, mert nagyon cool. Nagyon cool. Mondjuk a Gundam játékot is, de ahhoz tényleg kell egy olyan kifacsart ízlés, hogy ezzel játszál. Ez szuper. Mondjuk ez egy multi nyelves tok, azt hiszem, hát ezen pont angol nincs, nem is nagyon néztem, de őt nem is értékelem, mert ő az egyik
olyan spanomtól van, aki nagyon kedves számomra, nagyon, nagyon jó fej srác. Tőle kaptam, szóval őt félre is teszem, de amúgy nekem ő örök 10/10 lesz így. Még a legkopottabb állapotában is. Na, ugye kerülnek elő az olyan játékok, amik ismerős által kerülnek hozzám. Peti, neked is üzenem, hogy itt van a Ninjas játékod. Írtam neked, hogy mikor akarod elvinni. Azt mondtad, hogy maradjon, nálam van, rá is vigyázok. Ő is, hála Istennek, angol. Látod, mindene megvan, nem fogom elhagyni, elszórni. Nagyon korrekt kis ninjás játék, aki szereti a Tenchu sorozatot, akkor és nem tud beszerezni, és szembe jön egy Red Ninja, vegye meg nyugodtan, kaszaboljon. Úgyis ninjás, kaszabolós játék. Ő is olyan tízecske állapotban. Szerintem ezeket lehet, hogy pont úgy válogattam össze, hogy rengeteg verekedős meg ninjás játék legyen átkupacba tudat alatt, mert ugye Shinobi PlayStation 2-n kurva király volt, vagyis az is, mert kurva királyjáték. Ezt a szoftvert szintén én vásároltam, ezen még van magyar nyelvű útmutató is, mert ilyen multilingvizes topja van. Viszont van rajta egy marha nagy karc, de ez még megmondom kb. Milyen idős ez a játék, hogy milyen rég van meg nekem, szerintem ez megvan nekem 8-9 éve, biztos vagyok benne, hogy olyan ideje nálam van már. Ezt én magamnak vettem a MediaMarktban. Ugye minden megvan, teljesen jó állapotú, kis memóriakártya tartó benne, imádom az ilyen tokokat. Ő egy 8-as ennek a nagy verődésnek köszönhetően, viszont teljesen jól játszható és korrekt, szeretem. És akkor a végére szintén egy ninja játék, Uzumaki Chronicles 2. Igen, itt volt az első része is, és ő is füzettel, CD-vel, mindennel. Ha jól emlékszem, ezeket a Narutókat azt 2000 forintos darabáron vettem, és nem online értékesítés, hanem azt hiszem, hogy egy szolnoki használt játékosba, akkumba hoztam el. Egész jó állapotú, angol, viszont rajta is ilyen csúnya nyomódás, itt egy nagyobb nagy pötty, szóval olyan 8-as állapotban van szintén, mondjuk inkább 7, mert tiszta ragasztó darab, meg itt van egy-két kopás, mondjuk nem leszek vele annyira szigorú, megadom neki a 8-at. Hú, hát ez volt az első kis pak. Ha tetszett a videó, kérlek nyomjál rá egy lájkot. Ha kíváncsi vagy a további darabokra, akkor iratkozz fel a csatornára. Ebben a videóban most ennyi volt. Legyetek jók, sziasztok! Találkozunk a következő videóban, következő pakkal.